ismét a panelek a legkelendőbbek a budapesti ingatlan piacon. Egyre többen kapnak segítséget a humanitárius tranzitponton. Bár sok a beteg, de nem kell influenza járványtól tartani. A budai híradót látják 19 órakor. Jó estét kívánok! A panellakásokat adják el a leggyorsabban a budapesti ingatlanpiacon. Egy nemrég készült felmérés szerint a panelek fele annyi idő alatt találnak új gazdára, mint a téglaépítésű lakások. A koronavírus okozta megtorpanás a budapesti ingatlanpiacon csak átmenetinek bizonyult, amely az adásvételek számában is megmutatkozott. Az év elején tapasztalt gyorsulás annak köszönhető, hogy sokan tartanak a lakások további drágulásától, ezért minél hamarabb szeretnének lépni. Az orosz-ukrán konfliktus ugyanakkor újabb bizonytalanságokat okozott. Márciusban stagnált a kereslet a lakáspiacon, ezt mutatja az egyik legnagyobb hazai ingatlan közvetítő cég elemzése. A leggyorsabban a panellakások találnak új gazdára. A lakásárak drágulása miatt a legolcsóbb ingatlanok kerültek a vevők fókuszába, és ez továbbra is a panellakásokat jelenti. Egy-egy panellakás eladási ideje Budapesten ismét 50 nap alá csökkent, utoljára erre 2018 végén, 2019 elején volt példa, és annak ellenére, hogy most már egy-egy panellakásért van, ahol 650-700 ezer forintot kérnek el négyzetméterenként, ez még mindig azt jelenti, hogy ez az átlagos budapesti lakásárak tekintetében a téglaépítési lakásokhoz képest 25-30%-kal kevesebb, mint amit a hasonló helyen, hasonló állapotú téglaépítésű lakásokért kérnek az eladók. A téglaépítésű ingatlanok kétszer annyi idő alatt találnak gazdára, mint a panelek, a családi házak pedig 144 nap alatt kelnek el. Egy átlagos 50 négyzetméteres panel lakásért a 3. vagy a 11. kerületben akár 40 millió forintot is elkérnek, de az eladási árak a felújított lakások esetében ennél jóval magasabbak. A panel lakásoknál az alku mértéke kisebb, mint más ingatlan típusok esetében. Átlagosan 2-500 ezer forint közötti összeget lehet így megtakarítani. A híradónak nyilatkozó elemző szerint az ingatlanárak emelkedése folytatódik, de mérsékeltebb drágulásra lehet számítani a következő hónapokban. Hiszen figyelembe véve azt, hogy a korábban megszokott kamatszintekhez, hitelkamatszintekhez képest most akár kétszer-háromszor annyi kamatot kell fizetni a lakáshitelek után, könnyen lehet, hogy kevesebb vevő lesz a jövőben a piacon, ha pedig kevesebb lesz a vevő, ez akár az ingatlanárak korrekcióját is magával hozhatja. Ezt még nem tudjuk pontosan, hogy mikor várható, és milyen mértékű lehet. Valószínűleg azért az ingatlanárak fölfelé sokkal gyorsabban gyorsabb ütemben változnak, lefelé pedig lomhábban vánszorognak a lakások árai. Ezért arra számítunk, hogyha lesz is korrekció, az hosszú időn keresztül egy nagyon enyhe változást eredményez majd. Az elemző szerint az ingatlanpiac bővülését továbbra is segíti a családi otthon teremtési kedvezmény, a lakásfelújítási támogatás, a babaváró kölcsön vagy az 5%-os lakásépítési áfa. A demenciával küzdő idősek ellátásával bővült a Normafa gondozási központ szolgáltatási kínálata. Ehhez a korábbi épület bővítésére és modernizálására is szükség volt. A két éve a Covid miatt bezárt központ felújítása most készült el, és ettől a héttől már várja az időseket. Fontos itt a hegyvidéken is egy olyan intézmény, ahol a demens időseket is tudjuk fogadni. Ugyanakkor az itt kialakult közösségtől nem szerettük volna elvenni a lehetőséget, hogy ismét ide járjanak, ismét együtt lehessenek, és ezért született meg az az ötlet, hogy szakmai példák alapján nagyon jól megvalósítható az, hogy demens és nem demens időseknek egy közös nappali ellátót hozzunk létre, ahol együtt közösen lehetnek az idősek, természetesen bizonyos foglalkozásokat külön tartva, külön odafigyelve a demens idősekre, de mégis itt együtt közösen. Családbarát szolgáltató hely elismerést kapott a Momsport. A címet többek között azért érdemelte ki az intézmény, mert akadálymentes, így babakocsival is könnyen megközelíthető. Emellett pedig nagyon sok olyan sportprogrammal is várja a látogatókat, amelyek a családoknak és a gyerekeknek szólnak. 100 új Mercedes busz érkezik a budapesti vonalakra. A várhatóan még idén forgalomba álló járművek több idősebb,
akár 30 éves buszokat váltanak majd fel. Az új buszokat bérleti konstrukcióban használja a BKV. Egyre többen fordulnak orvoshoz influenza-szerű tünetekkel. A Híradónknak nyilatkozó víruskutató szerint nagyobb járványra azonban nem kell számítani, ebben pedig az időjárás is segít. Köhögés, láz, ízületi fájdalom. Egyre többen szenvednek hasonló tünetektől. Az influenza szezon kitolódott. Február közepe helyett a tavasz elején fordul elő több ilyen jellegű megbetegedés. A figyelőszolgálatban résztvevő szakemberek legutóbbi jelentése szerint egy hét alatt 9%-kal nőtt az influenza-szerű tünetek miatt orvoshoz fordulók száma. A betegek többsége a 3-14 év közötti korosztályba tartozik. A Híradónk által megkérdezett virológus szerint ez részben az időjárással magyarázható, illetve azzal, hogy az utóbbi években nem volt nagyobb influenza járvány Magyarországon. A megbetegedések számának növekedése ellenére azonban most sem kell jelentősebb járványtól tartani. Most már ennek is egyre csökken a valószínűsége, tehát azért kifutunk a légzőszervi betegségek szezonjából, és a hét hátralevő részében már a meteorológia is sokkal kedvezőbb időjárást ígér, tehát szárazabb, naposabb periódus következik, ami a légzőszervi betegségeknek kifejezetten nem kedves. Ha így lesz, akkor én úgy gondolom, hogy lehet, hogy az esetszám még növekedni fog, de igazi járványra már nem számíthatunk, és május közepétől pedig végképp a légzőszervi betegségek szezonja lejár. Mivel a koronavírus újabb variánsai már nem járnak olyan jellegzetes tünetekkel, mint például a szaglás vagy az ízlelés elvesztése, ezért egyre nehezebb különválasztani más felső légúti megbetegedésektől. Tüneteiben, súlyosságában a betegség az omikron változat esetében már nem igen tér el a náthától, valahol a nátha és az influenza között van. Az influenzánál még mindig jellemző az izomfájás, a fejfájás, a magas láz, a több napig tartó elesettség, tehát az influenza talán már azt lehet mondani, hogy még egy kicsit komolyabb tüneteket is okoz már, mint a Covid. Rusvai Miklós szerint az egyelőre megjósolhatatlan, hogy a koronavírusnak kialakul-e egy újabb, a mostaninál veszélyesebb mutációja. A szakértő szerint azonban az szinte biztos, hogy ősszel újra visszatér majd a Covid, addig a megbetegedések száma is alacsonyabb lesz. Az eddig ismert két jelentős variáns közül a béta, amit korábban dél-afrikai vírusnak hívtunk, illetve az omikron egyaránt Afrikában termelődött ki, ott keletkezett, tehát elképzelhető, hogy most, amikor nálunk nyár van, de ott tél van, akkor a vírus ott újra mutálódni fog. Tehát ne felejtsük el. Rusvai Miklós szerint a különböző felső légúti megbetegedések megelőzésében továbbra is hatékony eszköz lehet a maszk, különösen a kisebb zárt terekben. Az elmúlt napon újabb 2880 koronavírus fertőzöttet igazoltak Magyarországon, és meghalt 36, többségében idős krónikus beteg. Az aktív fertőzöttek száma 97 ezer fő alá csökkent. A kormányzati oldalon közölt adatok szerint kórházban most 1785 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 49-en vannak lélegeztetőgépen. Folyamatosan fogadja az Ukrajnából menekülőket a Bokcsarnokban kialakított humanitárius tranzitpont. A hatóságok munkáját a Máltai Szeretetszolgálat munkatársai is segítik. A szakemberek szerint az elmúlt hetekben tett óriási mennyiségű felajánlásnak köszönhetően most tárgyi adományokra és önkéntes munkavállalókra kisebb szükség van Budapesten, a határon viszont várják az önkéntes tolmácsokat és a menekült családokat hosszabb távon befogadó ingatlan tulajdonosokat is. Tehát harci cselekmények folyamatosan zajlottak körülöttünk, házak égtek körülöttünk. És hát értettük, hogy előbb-utóbb a mi házunk is sorra fog kerülni. Amilyen drámai eseményeket a Luhanszból most érkezett Nagyesda és lánya Lukina meséltek, elég sokat hallottak a háború elől ideérkezőket fogadó önkéntesek és a különböző karitatív szervezetek munkatársai. A Bokcsarnok az Ukrajnából menekülőknek kulturált lehetőséget biztosít az első lépések megtételéhez. Itt megadnak nekik minden a normális létezéshez szükséges feltételt. A különböző problémákat, kéréseket
ügyeket ma már nagy rutinnal kezelik a segítők, ám az elején kellett egy kis idő, amíg belerázódtak a háborús helyzetbe. Nagyon megható volt, kis szívecskével becsomagolva, meg ukrán jó kívánságokkal, vagy ilyen biztató mondatokkal ellátott szendvics hegyeket tényleg kaptunk, ami nagyon jó érzés volt. Ennek is ki kellett alakuljon a rutinja, hogy ezt hogy tudjuk jól kiosztani és jó helyre eljutatni. Most már megoldódott, de nyilván ehhez az is hozzájárul, vagyis nem nyilván, de hogy most azt is tapasztaljuk, hogy egyre kevesebben jönnek a határokról. A bokcsarnokba érkezőknek hagynak időt, hogy eldöntsék, tovább utaznak, vagy itt maradnak a háború végéig, esetleg azt követően is. A máltai szeretetszolgálat vállalta, hogy a csak néhány napra, vagy hosszabb időre maradóknak is szállást szerez. Ehhez már tolmács kell, ehhez már egy olyan szituáció, egy olyan helyzet, amiben tényleg lehet beszélgetni a menekült emberekkel, jól ki lehet őket fogadni, hiszen nem mindegy, hogy milyen szállást találunk. 2-3 napra nem érdemes őket vidékre elszállásolni, hiszen utána vissza kell ide utazni, és innen mondjuk repülővel, vagy valami nemzetközi vonattal tovább utazni, tehát őket inkább Budapesten próbáljuk elszállásolni, akik hosszabb távon terveznek itt maradni, ott pedig már arról gondolkodunk, hogy hol van munkalehetőség. A tudósítás elején látott ukrán család tagjainak sincs még jövőképe. A félelem és a kétségbeesés most még túl nagy egy döntéshez. Ám aki már döntött, annak csak megbízható szállásadót keresnek. Ez egy sokkal nehezebb kategória, hogy valaki ugye a saját lakásába, a saját kanapéjára fogad be valakit. Ugye ezek általában rövidebb távú felajánlások szoktak lenni. Hosszabb távon már nehezebb megoldani, bár itt is azért nagyon sok szállásadóval találkozunk, illetve voltak olyan önkormányzatok, polgármesterek, akik ugye a településükön található összes létező szállást felkutatták, felajánlották, közmunkaprogramba bevették a menekülteket, a gyerekeket óvodába, iskolába, tehát ők egy komplett szociális hálót raktak alájuk. Ez tényleg ez egy fantasztikusan nagy segítség volt nekünk, és rengeteg nagyon jó visszajelzés is van tőlük, hogy mennyire jól beilleszkedtek az oda, úgymond kiközvetítettek. A segítő programba a hegyvidéki önkormányzat is bekapcsolódott, nem csak adományokkal, hanem minőségi szállásokkal, illetve óvodai, iskolai, egészségügyi ellátással is segítik a háború elől menekülőket. Folyamatosan emelkedik a boltok forgalma. A KSH friss adatai szerint éves összehasonlításban közel 10%-kal bővült a kiskereskedelem. Az élelmiszerek eladása 3,4%-kal nőtt, a nem élelmiszer kiskereskedelem növekedése pedig 14,6%-os volt. A ruhák, cipők, műszaki cikkek és bútorok eladása is jelentősen emelkedett. Híreinket, riportjainkat visszanézhetik honlapunkon a hegyvidéktv.hu-n. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!